Üdvözlök mindenkit a Gépészmérnöki Kar 2020. évi nyílt napi tájékoztatóján! Ez a tájékoztató a középiskolásoknak szól, és a célja az, hogy egy átfogó képet mutasson be a Gépészmérnöki Kar képzéseiről, az itt elérhető lehetőségekről, a jövőről, és mindazokról a perspektívákról, amiket a felsőoktatás és azon belül a BME, azon belül is a Gépészmérnöki Kar kínál. A jövő az új okos megoldásokról és az ezeket a megoldásokat kidolgozó mérnökökről, szakemberekről fog szólni. Szemünk előtt zajlik a világ átalakulása, a negyedik ipari forradalomnak is nevezett digitalizáció, kibertechnológia és más technológiai átalakulások jelentette forradalom, és ezeknek a kihívásoknak csak olyan jól képzett, mérnökök tudnak megfelelni, akik széles képzettséget, széles alapképzettséget és emellett széles szakképzettséget is kapnak itt a gépészmérnöki karon. A jövő az okos megoldásoké, az okos energetikáé, az okos kiberteknológiai megoldásoké, az okos mehatronikáé, a dizájné, az élhető jövőjé, a fenntarthatóságé. Ezeket a célokat szolgálják a gépészmérnöki kar képzései. Ezekben a képzésekben mit is kínálunk? Hogyan is válnak a mérnökök okos mérnökökké? Ma már a mérnökséggel szemben elvárás, hogy ne csak tudást kapjanak, ne csak mérnöki kompetenciákat, hanem annál sokkal szélesebb körül felkészülésben, felkészítésben részesüljenek. A gépészmérnöki kar hagyományosan erős a klasszikus tudás megalapozásában, de emellett az elmúlt években számos olyan átalakítást hajtottunk végre a képzési programjainkon, amelyek segítségével további kihívásokat is meg tudunk valósítani, további szemléleteket is tudunk közvetíteni az itt tanuló hallgatóinknak. Érdekes szakmára tudjuk önöket felkészíteni, melyeket a visszajelzések alapján is alakítunk folyamatosan, hogy megfeleljenek a kihívásoknak. Nem csak tudást adunk át, hanem szemléletet is formálunk, új, innovatív szemléletet ültetünk el a hallgatóinkban, aminek köszönhetően gyorsan el tudnak helyezkedni, kiemelkedő béreket tudnak elérni. És mindezt keretbe foglalják olyan új és fontos kompetenciák, mint az informatika, az információs technológiák. Miért éri meg tovább tanulni, miért jó befektetés a jövőbe a felsőoktatási tanulmányok folytatása? Erre leginkább azok a jövedelmi lehetőségek világítanak rá, amit számos administratív adatbázisban tárolt adat, Összevetésével az oktatási hivatal diplomás pályakövetési rendszeréből nyerhetünk ki, ahol nyomon tudják követni volt hallgatóink foglalkoztatását, jövedelmeit, álláshelyét és más hasonló a sikerességet jellemző paramétereket. Ha megnézzük, hogy miért is érdemes továbbtanulni, és hova is lehet elhelyezni a továbbtanulás célját, akkor azt lehet mondani, hogy az alapképzés után mindenképpen érdemes mesterképzésre is tovább tanulni. Tehát, ha valaki a felsőoktatás mellett dönt, és a gépészmérnöki kart választja, akkor érdemes hosszú távú perspektívában gondolkodnia, és az alapképzés mellett a mesterképzésre is fókuszálnia, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon sikeres legyen, és jó jövedelmeket tudjon elérni. Ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy igen, jelentős jövedelmi különbségeket tapasztalunk az alap- és a mesterképzési szakot elvégzettek között. A gépészmérnöki kar alapképzései mindenkit felkészítenek arra, hogy a mesterképzésen tovább tanuljon, és szerencsére ez az elmúlt időszakban így is történt, az itt alapképzést végzők 75-80%-a. Mesterképzésen, leginkább a Kar Mesterképzési Szakjain tovább is tanult. Tehát az felsőoktatás egy kiváló anyagi befektetés. Ha megnézzük, hogy a mesterképzési szakjaink, amelyeket hosszú távú célként érdemes kitűzni magunk elé, mit is jelentenek jövedelemben, akkor azt látjuk, hogy messze az átlag jövedelmeket meghaladó, értéket lehet elérni, már néhány évvel, 5-6 évvel a végzés után, tehát ez legyen a célkitűzés, amikor tovább tanulást választanak. Milyen a jövő Milyen kihívásoknak kell megfelelnie? Mi az, amire itt felkészítést kapnak azok, akik minket választanak? A jövő már nem csak egyszerűen tervez és üzemeltet, hanem sokkal több feladatot lát el. A klasszikus mérnök funkcionális tervezést végzett, és ez hosszú évtizedeken keresztül jellemezte a mérnöki tevékenységet. Ma már azonban egy mérnöktől sokkal több mindent várunk el, és a felkészítés, az oktatás is kitér mindenre. A funkcionális tervezés mellett a mérnökök célja, hogy olyan piacképes termékeket, szolgáltatásokat, folyamatokat, Tervezzenek, állítsanak össze, üzemeltessenek, beruházzanak, amelyek megbízhatóak, biztonságosan szolgálják azokat a célokat, amelyekért azokat megtervezték, gazdaságosak, nyereséget jelentenek annak a vállalkozásnak, ahol ezeket üzemeltetik, fenntarthatóak, a környezetet csak a legszükségesebb mértékben terhelik, és mindezt úgy, hogy figyelembe veszik, felhasználók igényeit, tehát ergonomikusak, jól kezelhetők. A képzésünk szinte minden egyes alapképzési szakon kitér ezekre a kompetenciákra, tehát nagyon széles körül az a felkészítés, ami a jövőbeli sikerességüket szolgálja ezen a pályán. Négy alapképzési szakon, négy nagy szakterületen folyik képzés a gépészmérnöki karon. Ezek közül a legnagyobb létszámú a gépészeti, a gépészmérnöki képzés, amelyeknek a kulcs területei az intelligens tervezőrendszerek, amelyek számítógéppel segítve biztosítják a mérnökök számára azt a környezetet, amelyben gyorsan, jól tudják megvalósítani a funkcionális tervezést. Az intelligens gyártórendszerek, amelyek egy másik nagy lábát teszik ki a gépészeti képzésnek, pedig az így megtervezett termékek és szolgáltatások legyártásához szükséges ismereteket biztosítják. A jövő az új anyagoké, az új technológiáké, amelyek fenntartható módon, környezetbarát módon valósítják meg azokat a funkciókat, amelyeket megterveztünk és a gyártás során legyártottunk, ezek az intelligens anyagok egészen az új típusú fémes anyagoktól, a polimer kompozitokon át nagyon széles területre terjednek ki, és a képzés, a kutatás is ezeken a területeken igen intenzív a gépészmérnöki karon. A termékek és szolgáltatások mellett egy harmadik nagy területe a gépészeti képzésnek a folyamatok tervezése. Folyamatokkal találkozunk vegyipari létesítményekben, gyógyszergyárakban, élelmiszeripari létesítményekben, de folyamatokkal találkozunk a városi levegőminőség vizsgálata során, áramlási folyamatok, csőhálózatok, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat vizsgálata során. Ma már elképzelhetetlenek az ilyen folyamatok nagy mennyiségű adatgyűjtése, azok feldolgozása, digitalizációja, korszerű számítógépes folyamatirányítás nélkül, és a tervezésük pedig modellezés és szimuláció nélkül ezeket is átadjuk, mind az alap, mind pedig a mesterképzésben. Következő nagy területünk az energetika, amely a jövő energiállátásának problémáit hivatott megoldani. Itt olyan új területekkel találkozhatunk, mint az okos város, a Smart City, az elektromobilitás, amely ma már a sajtóban szinte mindennapos hír, az intelligens, alacsony energiafelhasználású otthonok, amely a fenntartható jövőt szolgálják, az új megújuló bázisú technológiák, amelyek szintén a fenntartható és környezetbarát energiállátást hivatottak szolgálni, és természetesen ott van az energetikában a klímavédelem, a környezetvédelem és az atomenergetika is, amelyről szintén nem feledkezhetünk el. Ez is egy olyan nagy terület, ahol jelentős átalakulások történtek az elmúlt időszakban, mint technológiailag, amelyet az oktatás lekövetett, mint pedig a társadalmi elvárások tekintetében, környezetvédelem és fenntarthatóság kapcsán, ami szintén megjelenik az oktatásunkban. A következő és egyik legnépszerűbb területünk a mehatronika. A mehatronika egy egészen új terület, egy egészen pörgős terület, amely négy nagy szakterület elemeit olvasztja magába, az informatikát, a gépészetet, az elektronikát és a rendszertechnikát. És ebből áll össze az a terület, amit mehatronikának nevezünk. A köznapi értelemben nagyon sokszor a mehatronikát a robottechnikával és a robotokkal azonosítják, de a mehatronika azért ennél jóval több. A mehatronikában ott van a biomehatronika is, a járássegítő protézisek, a mesterséges végtagok tervezése, ott van a mehatronikában a digitális irányítás technika, ott van a mehatronikában az optika, a lézertechnika, a képfelismerés és a képfeldolgozás, amelyek a jövőt hivatottak elősegíteni. És negyedikként, nem utolsó sorban, de megemlítjük a terméktervező alapszakunkat is, ahol a funkcionális tervezés mellett rendkívül nagy hangsúlyt kap a design, a forma és az esztétika, az ergonómia, a használhatóság. A képzés két nagy pilléren nyugszik ezen a képzési területen. Az egyik a funkcionális tervezés, a másik pedig a ennek művészeti vonalát, művészeti részét megalapozó design és ergonómia. A terméktervező mérnöki szakon a képzés arra fókuszál, hogy olyan mérnököket képezzünk, akik olyan megoldásokat terveznek számunkra, amelyek egy élhető, jól használható, kényelmes környezetet teremtenek, mind a mellett, hogy ezt biztonságosan teszik meg. Ezeknek a kihívásoknak, mint említettem, négy alapképzési szakon, Kínálunk lehetőséget a továbbtanulás kapcsán az érdeklődő hallgatóknak. Ez a négy alapképzés a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, a melatonikai mérnöki és az ipari termék-, ter, ipari termék és forma tervező mérnöki alapképzési szak, amit röviden csak terméktervező mérnöki szaknak nevezünk. A gépészmérnököknél a képzés fókuszpontjában gépek folyamatok, Tervezése, üzemeltetése, gyártórendszerek tervezése és üzemeltetése áll, és ehhez kínálunk olyan szakismereteket, mint a számítógépes tervezés, az anyagtechnológia, a digitalizáció, modellezés és szimuláció, természetesen úgy, hogy ezt megfelelő alapozással biztosítjuk, amely a matematika, és néhány fizikai jellegű tantárgy keretében történik. Az energetikai mérnökök alapvetően az energiaellátás, az energiatermelés területén kapnak megfelelő ismereteket, és az övék, az ő képzésük egyik fókuszpontja az energia menedzsment is. Mindezt úgy alapozzuk meg, hogy a fenntarthatóságra, az új technológiák használatára, az atomenergetikai ismeretekre, környezetvédelemre, és az ehhez kapcsolódó digitális és információs technológiák ismeretére is kiképezzük őket. A mehatronika, mint mondtam, egy nagyon szerteágazó terület, egészen a robottechnikától kezdve az okos eszközökön át a számítógépes programozásig szinte mindent felül el, és ennek megfelelően a képzés is rendkívül sokszínű, sok területre kiterjedő, a klasszikus gépészeti alapozás mellett villamosságtani, elektrotechnikai, informatikai szakismereteket is kapnak azok, akik ezen a szakon tanulnak tovább. A terméktervező mérnököknél a hangsúly a funkcionális és formatervezésen van, a termék életciklusának végigkövetésén, kezdve onnantól, hogy megjelenik az ötlet egészen odáig, hogy egy terméket végig kell menedzselni, a gyártástól kezdve a piacra történő bevezetésen át, egészen az értékesítésig. És mindezt úgy, hogy megfeleljenek ezek a termékek és szolgáltatások ergonómiai, esztétikai és egyéb elvárásoknak. Ennek megfelelően épül föl a terméktervező mérnök szak tanterve és az ismeretek átadása. Természetesen a karon a klasszikus ismeret átadási módok mellett lehetőség van arra, hogy az érdeklődő hallgatók még jobban kibontakoztassák tehetségüket. Ennek egyik színtere a tudományos diákkör, ahol elsősorban a kutatás, fejlesztés iránt elmélyült hallgatókat várjuk. Az elmúlt időszakban a gépészmérnöki kar hallgatói nagyon kiváló, országosan is kiemelkedő eredményeket értek el a tudományos diákköri konferenciákon. Sok esetben előfordult, hogy a gépészmérnöki kar hallgatói hozták el az országos tudományos diákköri konferencia műszaki szekciójában az első díjak negyedét felét, tehát kiváló teljesítményt nyújtottak az itt tanuló hallgatók. Ezek mellett szakkollégiumok van és lehetőség nyílik a szakmai tevékenység kifejtésére, elmélyült szakmai tevékenység folytatására. Három szakkollégium érhető el a karon. Legrégebbi múltra az energetikai szakkollégium tekint vissza, azt követi a gépész szakkollégium, és a legfiatalabb szakkollégiumunk a Zsilmó László anyagtudományi szakkollégium. mellett különféle öntevékeny körökben is kifejthetik a hallgatók a tevékenységüket, és az egyik ilyen öntevékenykör, aminek a segítségével ez az előadás megvalósul, a Kármán Stúdió, akik igen profi technikai felkészültség mellett nyújtják azt a segítséget, hogy végül is ez a tájékoztató önökhöz eljusson, amit ezúton is köszönök nekik. Hogyan lesz végül is valakiből hallgató, mi is történik a felvételi eljárás során, mit kell tenni a felvételi eljárás során, hogy végül is szeptemberben hallgatóként találkozhassunk, remélhetőleg majd élőben egymással. A felvételi rendszer 2020-ban változott valamelyest, ahol bevezették a kötelező emelt szintű érettségit, ez a 2021-es eljárásban sem fog változni ahogy a pontszámítás alapvető rendszeresen, tehát a felvételi pontot, ami összesen 500 pont lehet, érettségi pontszámból, tanulmányi eredményből és többletpontokból számítja ki az országos felvételi rendszer. A számítás módja kétféle, az egyik lehetőség, hogy az érettségi pontokat, a tanulmányi pontokat és a többletpontokat adják össze, a másik lehetőség, hogy az érettségi pontok duplázásával kapott pontszámot növelik még meg a többletpontokkal. A rendszer a két pontszámítási, köz, két pontszámítási módszer közül a jelentkező számára kedvezőbbet, azaz a nagyobbat veszi figyelembe, itt külön döntésre nincsen szükség, csak a megfelelő többletpont igazolásokat kell majd a felvi rendszerébe feltölteni, és természetesen jó érettségit kell produkálni, lehetőleg emelt szinten mind a kettőt. Az emelt szintű érettségi ma már tehát követelmény. A műszaki alapképzési szakokon csak azokból a tantárgyakból fogadható el emelt szintű érettségi, amelyekből felvételi pontszámot számítanak. Tehát például a műszaki szakokon testnevelésből vagy énekzenéből tett emelszintű érettségi nem felel meg a bemeneti követelményeknek, mert az alapján pontszám sem számítható. Az emelszintű érettségi akkor sikeres, ha legalább 25 százalékos, és 50 többletpont pedig akkor jár érte, ha legalább 45 százalékos az eredménye. A gépészmérnöki alapképzési szakon, vagy minden más szakunkon kötelező érettségi tantárgya matematika, a második tantárgy pedig egy nagyon széles körül listából választható. Ezt itt szóban nem kívánom elmondani, mert nagyon sokáig tartana, de a felvételi tájékoztatóban pontosan megtalálható, hogy milyen tantárgyak fogadhatók el érettségi felvételi tantárgyként, és ezek közül kell legalább egyet emelt szinten teljesíteni, de azt, javaslok, azt javasoljuk mindenkinek, hogy legalább kettőt próbáljon meg ezek közül emelt szinten teljesíteni. Az energetikai mérnöki alapszakon már nagyon régóta kötelező volt az emelt szintű érettségi egészen 2018 óta, tehát itt különösebb változás nem történt évről évre bővül azoknak a tantárgyaknak a köre, amelyekből az emelt szintű érettségit ezen a szakon is elfogadjuk. A meatonikai alapképzési szakon az elfogadott tantárgyak ugyanazok, mint a gépészmérnöki alapképzési szakon, a terméktervező szakon pedig egy picit szűkebb ezekhez képest a választék lista, de kellően bő ahhoz, hogy mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelő érettségi tantárgyat. A terméktervező alapképzési szakon a felvételinek még van egy speciális része, az úgynevezett rajzi alkalmassági vizsga. Ezt a rajzi alkalmassági vizsgát idén, illetve a következő évben, május 31-én fogjuk megtartani, mivel nem látjuk előre, hogy milyen lesz az akkori járványügyi helyzet, a jelenlegi terveink szerint ezt Online formában fogjuk lebonyolítani. Az elmúlt felvételi eljárásban is így jártunk el, és rendkívül kedvező tapasztalatokat szereztünk az online rajzi alkalmassági vizsgával. Tehát nincs különösebb okunk arra, hogyha a járványveszély ezt indokolja, akkor ezt ne ebben a formában szervezzük meg. Itt három rajzi feladatot kell teljesíteni alapvetően ábrázolásról, vetületi ábrázolásról, illetve perspektívikus ábrázolásról van szó. A jelentkezőket részletesen tájékoztatni fogjuk elektronikus levélben arról, hogy pontosan mik is a követelmények és hogyan teljesíthető a rajzi alkalmassági vizsga. A idei 2020-as felvételi eljárás az emelszintű érettségi követelmény bevezetése miatt egy speciális eljárás volt, illetve szintén a specialitás irányába tolta el az idei eljárást az, hogy a járványveszély miatt az emelszintű érettségik tulajdonképpen csak fél érettségik voltak szóbeli nélkül, amelyek kihatottak a felvételi pontszámokra is. A gépészmérnöki karon mindezeket figyelembe véve, az Energetikán 349, a GPS-en 330, a terméktervező 337, és a Melatonika szakon 433 pontos felvételi ponthatárt állapítottunk meg, ami figyelemmel arra, hogy nem tudott mindenki például nyelvvizsgát tenni, így a nyelvvizsga sok esetben hiányoztak, kismértékben alacsonyabbak, mint a Hosszú évek alatt megszokott pontszámok voltak. De ez nem jelent minőségi változást abban, hogy kik is léphettek be, és kik is léptek be a gépészmérnöki kar képzéseire. Az elmúlt időszakban számos átalakítást hajtottunk végre annak érdekében, hogy javítsuk a hallgatói eredményességet és a hallgatói sikerességet átalakítottuk a tantervet, csökkentettük a kontaktóra számot, korszerűsítettük a tananyagok tartalmát. Minden évben visszatérően megvizsgáljuk, hogy az egy évvel ezelőtt felvett hallgatóinkkal tulajdonképpen mi is történt abban az egy évben, ami a belépésüktől a vizsgálatig eltelt, hányan morzsolódtak le tanulmányi vagy egyébokból. Örömmel jelenthetem, hogy a lemorzsolódás... Nagyon alacsony szintű a gépészmérnöki karon, néhány százalék. Tanulmányi okból egyetlen egy hallgatótól sem kellett elbúcsúznunk azok közül, akik 2019-ben kezdték a tanulmányaikat. Néhányan, ahogy a kivetített diakép is mutatja, saját elhatározásból hagyták ott azt a képzést, amelyet elkezdtek, azonban ezek között, a saját kérésre történő elbocsátások között igen sok azoknak a száma, akik csak szakot váltottak. Mert miután bekerültek ide a gépészmérnöki karra, és hallgatótársaiktól látták, hogy a másik szakon milyen oktatás is folyik, milyen ismereteket lehet szerezni, kedvet kaptak a másik szakhoz, és szakváltással léptek át egyikről a másikra. Ők is benne vannak abban a néhány főben, aki saját kérésre kérte az elbocsátását. Tehát valójában tőlük sem kellett elbúcsúznunk, ők is itt vannak velünk, csak egy másik szakon, nem azon, ahomire eredetileg felvételt nyertek. Én úgy gondolom, hogy a gépészmérnöki kar korszerű ismereteket nyújt, felkészíti azokat a hallgatókat, akik ide jelentkeznek a jövőre, perspektívát ad. És az itt szerzett oklevél egy olyan kiváló belépő a munkaerőpiacra, amivel nagyon gyorsan, nagyon magasra lehet jutni, mint beosztásban, mint pozícióban, mint pedig jövedelemben. Én bízom benne, hogy ez a tájékoztató segít abban, hogy jó döntést hozzanak, minket válasszanak, és remélem, hogy Golyatáborban, szeptemberi évnyitón majd találkozhatunk személyesen is. Addig is várjuk Önöket a gépészmérnöki kar képzéseire, alakítsuk együtt a jövőt. További információkat a felvételiről a gépészmérnöki kar Facebook oldalán, a gépészmérnöki kar honlapján tudnak szerezni, illetve ha konkrét kérdésük van, akkor a dékáni hivatal oktatási csoportja a megadott címen áll az Önök rendelkezésére, minden kérdésre Igyekszünk minél előbb válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket!